önazonos voltam, és talán ez az önazonosság miatt. Igen, fontos, hogy öröm, na. Az ember 7 évente egyébként normálisan vált, akár zenekart, akár tevékenységet. Akár feleséget, akár köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez itt a világtalálkozó. Ma itt lesz velem Mérő Vera. A Műegyetemen kommunikációt tanult, a MOMIN pedig média designer és tanár szakon végzett. 2014-ben aztán egy rendőrségi áldozat hibáztató videót látva úgy döntött, hogy létrehozza a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevű oldalt és alapítványt. Közéletünk egyik harcos karaktere, ő magáról csak azt szokta mondani, hogy az emberi jogokért küzd. Édesapja Mérő László, a híres matematikus. Párosunk másik tagja, Frenreisz Károly, kossuthdíjas rockzenész és zeneszerző. Anyai nagyapja Gundel Károly, bátyjai Latinovics Zoltán és Bújtor István voltak. Olyan korszakos zenekarok meghatározó embere volt, mint a Metro, az LGT és a Skorpió együttes. Néhány filmben is szerepet vállalt, színészként is megismerhettük őt. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Kérdezek egy furát, de olyan el zenélni, aki nem akar veled zenélni, ez nem olyan egy kicsit, mint olyan el szexelni, aki nem akar veled szexelni? Jó, ez nyilván erős hasonlat volt, de... Nem volt erős hasonlat, mert ha nem akarok veled szexelni, ez sokkal gyengébb történet, mint hogyha valaki nem akar zenélni a másikkal. Ne túlozzunk. Úgyhogy, de kétségtelenül voltak, szóval vannak nehéz periódusai egy zenekarnak. Egy zenekar élete, egy zenekar lelkivilága az borzasztóan érzékeny, és borzasztóan nehéz. Tehát gyakorlatilag én nekem, ha azt tudnám mondani, hogy egy zenekar összetartásában és egy zenekar együttműködésében és egy zenekar létrehozásában, hála Istennek a kollégáimmal, akikkel akartam együtt játszani, megvolt a respektem arra felé, hogy bíztak abban, hogy amit én most mondok, meg kitalálok, az biztos, hogy jó fog. Hát nem volt ebből vita, meg nem volt izé, hogy nem biztos, hogy izé, hanem rögtön. De te csak mindenki... olyanokat hívtál, és csak olyanokkal akartál színpadra állni, akivel emberileg is működött ez a kémia? Hát kell, hogy működjön, és össze kell járni, és kell ismerkedni egymással, mert hát mi például a Skorpióval iszonyatos mennyiségű koncertturnén vettünk részt, gyakorlatilag állandó úton voltunk. Szállodába be, koncertterembe ki, színpadra föl, öltözőbe vissza, szállodába vissza, másnap busszal, és tovább, és ez minden nap ez ment. Tehát gyakorlatilag sokkal többet voltunk együtt, mert családunkkal. Szóval szerelném én is az előző példámat lakótársra. Igen. Szóval gyakorlatilag ez nagyon fontos, Van olyan, amikor útközben kiderül, hogy ajaj. Akkor mi van? Hát akkor várakozik az ember, és akkor elhatározza magát arra, hogy most akkor itt valaki lehet, hogy el fog menni, vagy el akar menni, akkor nem mondjuk azt, hogy ne menjen. Szóval nehéz, nehéz, de tulajdonképpen a zenekarnak azoknak együtt kell lélegezniük, az nagyon fontos. És a kis probléma van, problémák mindenhol vannak, de a kis probléma van, akkor eltörpül a többi mellett, amivel nincs probléma, tehát nyugodtan lehet együtt dolgozni. A Mick Jaggert egyszer megkérdezték, hogy ő neki mi a véleménye a Beatlesről, mint ugye Rolling Stones. És azt mondta Mick Jagger, hogy a Beatles-től nagyon csodálta és nagyon tiszteli, de olyan összehasonlítást csinálnak, hogy a Beatles a legjobb, vagy a Rolling Stones a legjobb, akkor azt mondja a Mick Jagger, hogy hát a Beatles az nagyon jó volt, de azok 4 vagy 5 évig egzisztáltak, mi meg 50-valahány éve csináljuk, úgyhogy talán kicsit a mi oldalunkra billen a mérleg. Szóval gyakorlatilag ez is az, hogy évtizedeken keresztül, hogyha megy a dolog, akkor együtt marad egy zenekar. Mindenféle, ezért mindenkinek vannak hülyeségei, azokat ki kell balettozni, hogy nem kell vele foglalkozni, meg stb. Nagyon fontos, ez egy ilyen szociológiai történet, hogy a zenekarok hogy működnek. Hát például a technikusainkkal is ugyanolyan állapotban voltunk, mint a zenészekkel egymás között, úgyhogy ilyen családiasan. Neked kellett többet alkalmazkodni a zenésztársaidhoz, vagy inkább nekik hozzád? Én nem tudom, én azt hiszem, hogy...
Én egy eléggé kenyére kenhető ember vagyok, és nagyon toleráns vagyok sok hülyeséggel szemben, és próbálom, hogyha valami zavar, próbálom lenyelni, és próbálom kikerülni a dolgot, tehát nem akadok meg bizonyos dolgokban, amiből veszekedés, vagy esetleg kenyértörés lenne szó. Nem, én azt hiszem, hogy talán ezt nem nekem kéne mondanom a zenész kollégáimnak, hogy tulajdonképpen jól volt a velem való együttjátszás. Én is azt mondom az én kollégáimnak, akikkel való együttjátszottam, hogy mindenkivel jó volt a velem való, egy-két kivétellel, de nagyon jó volt a velem való együttjátszás, vagy a velük való együttjátszás. Tehát ez egy nagyon komoly, a zenekar, egy jó zenekar, egy sikeres zenekar fölépítése, összerakása, sikerre vitele és működtetése, az egy nagyon nehéz dolog, de nagyon sok jó van benne, és nagyon a szeretettel lehet csinálni. Vera, te kenyére kenhető vagy? Szerintem igen. Igen? Milyen közegben, milyen koordinátorrendszeren belül? Mert mondjuk, ha munkáról van szó, akkor szerintem nagyon harcias és megállíthatatlan vagy. A munkában is kenyereken döntő vagyok. Engem igazából pár alapvető emberi értékkel nagyon könnyű megvenni. Belátással, érzékenységgel, kíváncsisággal, egyszerű virtigli kedvességgel. Az mit jelent? Amikor te kenyérekenhető vagy, akkor az mit jelent? Nagyon kedves leszel? Az Én nagyon simulékony tudok lenni. Igen. De tényleg, igen. De ha nem, tehát nem ezt tapasztalod, akkor kileng az inga? Hát ha az elveimmel szembe megy valami drasztikusan, akkor engem nem kell nagyon sokáig felpiszkálni, főleg, hogy nem elsősorban akkor, hogyha mások érdekében kell fellépni, de akár egyébként magamért is ki tudok állni, csak kevésbé szoktam, de én nagyon határozott és kemény tudok lenni, amikor ez indokolt, de szerintem visszavenni is legalább olyan könnyen és gyorsan tudok, mint amennyire tudom, hogy na, ez most egy olyan helyzet, hogy gyorsan és határozottan kell fellépni, de kevés olyan helyzetet tudok elképzelni, amiben egy belátás, vagy egy nyitottság ne higgasztana engem is nagyon gyorsan. Ha már elhangzott az, hogy a zenészek közt is muszáj, hogy meglegyen az emberi normális áramkör, olyan van, hogy te például, vagy ti elkezdtek valakinek segíteni, az ügyét képviselni, és kiderül, hogy kettőtök közt van egy taszító erő. Nem az üggyel van baj, az emberrel. Egyszerűen nem bírod elviselni. Volt már ilyen. És akkor mi a megoldás? Hát nincsen egy a megoldás, egy arany megoldás. Odáig még sose ment el egy helyzet sem, hogy azt kellett volna mondanom, amit egyébként egy ilyen helyzetben, ha eljutunk odáig, akkor azt mondanám, hogy szerintem egész egyszerűen nem én vagyok az az ember, aki téged jól tud képviselni, vagy akivel úgy tudsz együttműködni, ami neked tényleg jó lesz. Általában már, hogyha volt ilyen egy-két ilyen eset, akkor az magától is előbb kiderült, és nem is nekem kellett kimondanom. De persze, hogy van, hogy ne lenne. Akkor milyen a másik, ami belőled ezt hívja elő? Tehát nem együttműködő... Nem őszinte. Nem őszinte. Hogyha valamikivel emberileg valamilyen problémám volt, akkor az egy ilyen háttérbehúzódást mutatott, hogy én ezzel az emberrel nem akarok többet sem találkozni, sem beszélni, sem stb., tehát kikerülöm. Vannak ilyen emberek, nem nagyon kevés, hála Istennek, akiket kerülök elég régóta, mert olyan dolgokat csináltak, és ami kicsit ellenem irányult, és jogtalanul, és igazságtalanul, hogy akkor azt mondom, hogy nem kezdem el ki elmagyarázni, hogy te figyelj, de undorító féreg vagy, azt tudod te is, hanem szépen elmegyek, és azzal az emberrel nem foglalkozom. Ez azt hiszem, ez így a legjobb, mert akkor az ember saját maga...
saját magát, ez az egy olyan ember, aki téged igaztalanul bánt, vagy valami rossz, valami szemét dolgot csinál, az maga az ember olyan, tehát ő nem fogja lelkére venni azt, amit csinál, hanem csak kitolja. Viszont az, akivel szemben csinálja, az a lelkére veszi. Tehát, hogyha én velem valaki kitolt, és valami nem korrekt dolgot csinált, akkor azt én sokkal inkább a lelkemre vettem, mint ő, aki csinálta, és azért mondom, azt itt ki kell kerülni, és el kell felejteni, és akkor ez kimarad. Elmesélek egy történetet. A történet Leonard Bernsteinről szól, aki a fantasztikus West Side Story-t írta, és volt egy stúdió felvétel New Yorkban, a West Side Story-t vették föl, ott volt a José Carreras énekel többek között, és ott volt a New Yorki filharmonikusok, akik egyenként akkor a világ legjobb zenészei voltak, és ott volt Leonard Bernstein, aki hát szintén párját ritkító ember, aki vezényelt. És volt egy úgynevezett zenei rendező, egy producer, aki jött a stúdió szobába, és figyelte a felvételt. Tehát mindenki a top ember. És ebben a társaságban leállítja a felvételt, amikor megy a zenekar, játszik, és megy a felvétel, leállítja a felvételt a stúdióban ülő zenei rendező, és azt mondja, hogy az utolsó négy ütem nem volt egybe. Na most ettől, hogy a világ legjobb zenekarának zenészeire valaki azt mondja, hogy mi ezt nem együtt játszottuk, hanem szét volt egy kicsit esve, ez már egy borzasztó sértés. És itt nem lehet azt mondani, hogy tényleg, mert akkor azt mondja, hogy mit képzel, ez rosszul tudja, meg stb. És a Bernstein ott ült, és érezte, hogy ezt a feszültséget, ezt neki kell valahogy most megoldania. És azt mondja, hogy nem volt együtt ez a négy ütem, pedig szerintem ilyen együtt még ez sose volt, ahogy most felvettük. De hogyha már megálltuk, akkor vegyük föl még egyszer. És megoldódott a probléma. Szóval nagyon nehéz. És hát sok olyan zenész... Tehát diplomatának kell lenni. Nagyon diplomatikusnak kell lenni, és egy ilyen kiugró, kitűnő zenész, egy zenei producernek esetleg nem ad igazat, mert azt mondja, hogy nem, most miért szól bele, mert ezt én jobban tudom. Szóval ez egy nagyon nehéz. És a zenekaroknál is van ugyanilyen dolog, hogy most ezt miért mondod, amikor ez nem így van, meg nem így van jól, meg ezeket mind nagyon diplomatikusan és nagyon toleránsan kell kezelni. Ez nagyon fontos. Mert te is szókimondó voltál, nem? Vagy te szókimondó voltál ezek szerint, vagy? A helyzete válogatja. Szerintem most már azért disztingválok. Igen? De ez minek köszönhető? Valamennyire mindig is disztingváltam. A szókimondás helye, tehát hogy ha mindig egy szinten vagy szókimondó, akkor sosincsen súlya annak, hogy szókimondó vagy. Ezért érdemes megválogatni azt, hogy mit értünk szókimondás alatt. Azt, hogy nem mondok más, mint ami a valódi véleményem, vagy... Karcos az ember, nem? Karcos. Tudok karcos lenni. Mivel váltja ezt ki a környezeted, vagy a helyzet? Hát ez általában mély morális megvetésem következménye. De ahhoz sokat kell tenni, vagy lobot vett benned és nyomod? Hát aljassága válogatja. Aljassága. Például az, hogy neked el kellett jönni a gimnáziumból, az ebből fakadt? Tehát valami igazságtalanságért, és, vagy aljasság, ezt a szót használtad? Ott ért igazságtalanság, és volt, hogy szóvá tettem, de hogy ez karcos volt, ez hát biztos volt ott is. Mi történt pontosan, ez elmondható? Miért kellett eljönnöd? Igen. Hát a mai napig nem tudom, nem mondta el nekem senki, csak azért, hogy megnyertem a József Attila versenyt, én versmondót, és akkor kihívott az igazgató, hogy átadja az ezzel kapcsolatos elismerés jutalmat, aztán behívattak az igazgatóiba, és azt mondták, ez a tanévzáró esemény volt, és akkor azt mondták, hogy nyáron kéne találni új iskolát. Különben nem fog sikerülni, az a fizika pótérettségi pótvizsga. És hát akkor apukám megnézte a dolgozataimat, látta, hogy a hármasnál rosszabbat a fél évben nem írtam, és akkor hát elhangzott az ilyenkor szokásos atyai mondat, hogy ahonnan ennyire nem akarnak, ahol ennyire nem akarnak téged, onnan menni kell. És akkor ebből így lett Városmajoriból Berzsenyi. Nem kérdezted meg később se?
De ilyen egy-két éve volt ilyen, nem tudom, 30 éves az iskola, vagy 25, vagy valami ilyesmi, és akkor elmentünk a gimis barátnőmmel, aki szintén oda járt erre az ünnepségre, és akkor ott találkoztunk tanárokkal, és senki nem tudta megmondani, hogy... Hogy mi volt az ok, a valódi ok. Nem valami túltartó repült, és azzal kapcsolatban volt neked hozzáfűzni valód? Hát lehet, hogy az, akihez a toltartó repült, nem állt ki mellettem, hogy tartsuk meg ezt a kislányt. Mi történt pontosan? Hát az történt, hogy a számítás technika tanárom, Gergely Csaba, tök mindegy, azt mondta egy számítás technika órám, akkor én, hát én nagy teátrális tínédzserből azt mondtam, hogy én nem akarok Nortonban vagy DOS-ban valamiben programozni, én színésznő akarok lenni. És akkor erre a fickó azt mondta, hogy te kérdezte előbb, hogy hol a bábszínházban? Csak vigyázz, mert ott könnyen előfordulhat, hogy hol mi farudakat dugnak a fenekedbe. Bár ahogy én téged elnézlek, te még nem, ahogy én téged ismerlek, bocsánat, szó szerint volt, ahogy én téged ismerlek, te még élveznéd is. Na, erre repült a toltartó valóban. De egyébként becsülettel összeszedegette a földről a kihullott dolgokat, és akkor egy fogadóórán anyukámnak mondta, hogy a Vera kezelhetetlen, és akkor anyukám erre mondta, hogy hát lehet, hogy kicsit zavart a gyerek, mert eleddig nem olyan sűrűn beszéltek neki holmi alfelébe dugott farudakról, melyeket ő még élvezne is, úgyhogy lehet, hogy ez kihat egy kicsit a viselkedésére a kislánynak. És lehet, hogy ezen balé miatt ez a tanár volt, aki... Azt tudom, hogy egyébként ő nagy kardoskodással volt az én kirúgásom mellett, ezt az egyet tudom, de az, hogy konkrétan miért, kaptak a szülém egy levelet akkor, hogy a Városnyelv Gimnázium tanári karának pedagógiai eszköztára nem elégséges Vera lányuk kezelésére, ezért a nyáron új iskolát javasolják, hogy keressünk. Nagy törés volt egy új közegbe kerülni? Baromi jó volt. De egyrészt nekem nagyon sok barátom volt a Városmőrben is, és aztán a Berzsenyiben ez így igazából megduplázódott, és ezek nagyjából nagy részük a mai napig meg is van. Meg hát egy két hónap alatt javult az átlagon másfél jegyet, hirtelen a kótát, ami a 4,6-os átlaggal, hát a szüleim nem értették, ők még ilyet tőlem nem láttak. És hát azért ez egy nagyon más millió volt minden létező szempontból, de hát nekem eleve azzal találkozni kb. A közoktatásban először, hogy értékelik azt, amilyen vagyok, és ez nem egy probléma, hanem inkább egy előny. Jó, elvétve voltak általános iskolában is egy-két ilyen tanár, meg a Városmőrben is volt elvétve egy-két ilyen tanár, de azért nem ez volt a túlnyomó tapasztalat. Azt mondtad, hogy ha valaki szemét veled, akkor jobb odébb állni. Te kikérted az ügynöki jelentéseket, amit rólad alkottak és írtak, és ott te nagy csodálkozás útján rádöbbentél arra, hogy itt hozzád közel álló emberek is jelentettek róla. Ezt én jól tudom? Hát az egész 3x3-os főcsoport főnökségnek ez volt a lényege, hogy olyan embereket alkalmaztak, akik nem tűntek fel közöttünk, hogy ezek esetleg, mit tudom én, elmondják azt, hogy ott miről van szó. Jó barátaid voltak? Volt olyan is köztük? Az, hogy jó barátaim voltak, az túlzás, ismertem őket, de nagyon sokszor volt az, hogy mit tudom, egy sörözőbe egy asztalnál ültünk. Szóval voltak ilyen dolgok is. Na most hát itt ez az egész jelentős díj, ami ott akkor folyt, és figyeltek minket, ez egy ilyen nagyon komplex, én borzasztóan belemélyedtem ebbe a dologba, mert amikor hozzá lehetett jutni ezekhez a történeti intézeti adatokhoz, meg kiadták a rólam szóló jelentéseket, mert minden is végig tudtam nézni, azzal együtt, hogy ki volt az, meg ott volt a beszervezési kartonja, meg minden. Tulajdonképpen egy borzasztó összetett kérdésről beszélünk, mert általában a legtöbb ember, aki jelentett, az kényszerítve volt. Bizonyos megcsúszás miatt azt mondták, hogy na most figyelj, most akkor mész a börtönbe, vagy itt aláírod. Szóval volt egy ilyen verzió. Ugyanakkor voltak olyanok, akik önként dalolva jelentkeztek, hogy ők ismernek itt mindenkit, és ők majd elmondják, hogy ezzel jó pontokat szerezzenek a proletár diktatúra hatalmának. És téged érdekelte, hogy a rád valló, vagy rólad jelentő emberek milyen indítatásból tették mindezt?
Gyakorlatilag nem, mert akik tulajdonképpen jelentéseket írtak rólam, azok mind olyan jelentések voltak, amit nyugodtan izétel ki lehetett dobni, mert semmit nem mondtak. Uh-huh. Tehát nem voltak rá nézve veszélyesen. Nekem egy zenész kollégám volt, akit nagyon szerettem, és nagyon komoly barátságban voltunk. Arról kiderült, hogy jelent, soha nem jelentett róla semmi, ami kötelességből csinálta, és végigolvastam a dolgokat, és gyakorlatilag nagyon, nagyon bonyolult volt ez az egész történet, ugye, hogy rászóltak azért, hogy ezt és ezt figyeld meg, és akkor jelentést kellett írni, és akkor azt végignézték a jelentést, és akkor volt egy tartó tiszt, aki átnézte az ügynök jelentését, és akkor a tartó tiszt, hogy hívják ott, hozzáfűzte a jelentéshez az ő saját véleményét, és úgy adták tovább a főnökségre. Olyanok voltak, hogy sok olyan ember volt, aki abszolút senkiről semmi rosszat, soha semmit nem. Ilyen volt az egyik barátom, aki már nem él, és tudom azt, hogy egy provokátorná váltott valutát, és abba bukott bele. Te ezeket tisztáztad velük utólag? Persze. Az hogy néz ki? Fölhívod őket, megmondtad, hogy miért szeretné velük találkozni, vagy személyesen? Nem, hát például akiről beszélek, azzal én elég komoly kapcsolatban voltam, amíg élt, nálam idősebb volt 11 évvel, és nagyon-nagyon átbeszéltük az egész dolgot, és nem volt semmi olyan mögötte, ami baj lett volna. Voltak viszont olyanok, akik kifejezetten hajtottak arra, hogy valami rosszat lehet. Ezek általában irigy, tehetségtelen, undorító emberek voltak, akik így próbáltak, hogy ők most akkor a hatalom felé mutatják a jó pofát, és akkor majd valami erőnyben lesz részük. Hát ez borzasztó, hál' Istennek ilyenekkel nem találkoztam. De te megbocsátottál azoknak, akik csúfoltak téged az általán iskolába? Ezer éve. Sőt, szerintem bármelyikkel találkoznék ezek közül, a gyerekek közül legbarátságosabb arcommal találkoznának, és nem azért, mert megerőltetem magam, hanem mert tényleg nincsen bennem harag e fölött. Ha valakinek nem bocsájtottam meg, akkor annak a felnőttnek, aki ezt hagyta. Uh-huh. Vagy egyenesen generálta. Generálta? Generálta, persze. Ez a tanár volt? Ez az alsós tanítónéni volt, és hát a nyom, amit ott hagyott a gyerekekben, az ugye elkísért, miután már nem ő volt a tanár. Szerinted miért csinálta? Hát gonosz volt. Gonosz ember. Kit soha nem lett volna szabad gyerekek közelében engedni. Sok ilyen van. Téged nem szeretett ő, vagy te voltál, aki kapóra jött? Ha nem te vagy, akkor... Szerintem a gyerekeket nem szerette. Neked van olyan jelenet, ami annyira beléd éget, hogyha azt felidézed ezen tanító kapcsán, akkor még most is nagyon rossz emlék lesz úr rá rajta, vagy nagyon rossz érzés lesz úr rá rajtad? Nagyon sok emlékem van, és hát többnyire mind rossz. De hát amikor felállított az osztályban a gyerekeket, hogy aki mérőverával barátkozik, az álljon föl, és felállt Makó Ági, egy szomszéd kislány volt amúgy, és ő egyedül, felállt, mert hát az volt az igazságtér, barátkoztunk. Mi volt az egyetlen barátod az osztályban? Hát az egyetlen, aki felállt, igen. De mondhatni, hogy amúgy is, igen. Ezzel kvázi őt szégyenpadra állította azáltal, hogy ő az egyetlen, aki... Nem, ő egy ilyen abszolút eminens, szuperkitűnő tanuló volt, aki egyébként egy nagyon csendes kislány volt, és én nem tudom, hogy ő hogy élte meg akkor ott azt a helyzetet, de azt, hogy ma hogy gondol vissza rá, azt tudom. Mert egy TED beszédemben mondtam ezt a történetet, és akkor utána beszéltünk, és akkor azt mondta, hogy azért tök jó, hogy emlékeztettem arra, hogy ő ilyen is tudott lenni kislány korában. De ilyen önsajnálat, vagy ilyesmi, nincs bennem ezzel kapcsolatban. Az mi múlik? Az önsajnálat? Hogy nincs. Van, aki ezt viszi évtizedeken keresztül, és tulajdonképpen ennek uszájába szenveleg, hogy vele mi történt gyerekkorában, haragszik a világra, a gyerekkorára, a szüleire, a tanárokra. Nem határozott meg, vagy ha igen, akkor a jó irányba. Ez biztos?
nem látom magamon annak jeleit, hogy ilyenek rossz, hát akkor nyilván rossz volt, meg nyilván ezek sebek, de azt gondolom, hogy végül is egy ilyen jó eredmény jött ki. De egyébként nagyon, hogy beszéltél ezekről az ügynök dolgokról, hogy nagyon elmerengtem azon, hogy ugye teljesen más generációként nekem erre mi a rálátásom, és mondjuk azt, hogy amikor kiderül egy családban, vagy egy baráti társaságban az, hogy valaki jelentett, és még soha az életben nem mondott semmi igazán rosszat, de hogy szerintem nagyon sok esetben az, aki jelentett, és azért sok jó emberről is van szó, aki ilyen-olyan módon fogható volt, hogy sokszor szerintem az, aki jelentett, az sokkal jobban megszenvedte ezt, az mint aki jelentett. Tehát biztos. Életek mentek tönkre, tehát igazából én is hát volt egy-két láttam ilyen megnyomorodott lelket, és egyébként nem is kell a közvetlen ismeretségi körből keresni, Tal Sándor történetét megnézed, akkor ott azért ez egy nagyon eklatáns példája annak, amikor valaki rámegy egy ilyen helyzetre, és ezt azért hoztam be, hogy reagálok rád, mert válasz ez egyben a te kérdésedre is, hogy én nem tudok olyan emberre haragudni, aki azt gondolom, hogy akár az ellenem elkövetett dolgokat is jobban megszenvedte, mint én, vagy a nap végén egy sokkal rosszabb helyzetben látom, mint magamat, akkor olyan nehéz haragudni. Meg fölösleges is. Igen, visszatérve erre, itt ennek a legbonyolultabb és a legnehezebb része nem az, hogy valaki valakiről jelent. Itt a dolgok az, hogy ha valaki a legjobb haverjáról jelent, akkor az a valaki, hogyha semmit nem mond a legjobb haverjára, de jelent, az egy idő után, amikor ez kiderül, akkor azt mondja, hogy te figyelj ide. És hiába oldozza föl egyébként a legjobb barátidővel, mert magának nem tud megbocsájtani. Miért nem mondod? Igaz, hogy volt egy nagyon durva, hogyha valakinek ezt elmondja, akkor ilyen meg ilyen börtönbüntetés, amit azt megfenyegették azokat, akik aláírtak és jelentettek. Nagyon durván megfenyegettek. Viszont tudok olyanról is, hogy volt egy fiatal lány, aki egy ilyen galeriban ben volt, és valamit elkapták, és mondták, hogy na, akkor most jelentés. És a lány aláírta, mert úgy meg volt ijedve, hát oda nem lehetett, mert nem volt egy olyan bemint, egy ilyen rendőr vizére a belügyi, hogy hiákban, nem lehetett azt mondani, hogy igen vagy nem, csak azt lehet mondani, hogy igen. Nem volt, hogy ezt nem, nincs. És aláírta, és hazament, és a fiújának elmesélte, hogy képzeld el, ez történt. Hogy engem bevittek és beszerveztek, mert alá kellett írni a papírt, hogy jelentsek ezekről, meg ezekről az emberekről. És ez a fiú, ez elmondta valakinek, és kiderült a hatóságoknál, hogy a lány elmesélte, hogy abban a pillanatban leszálltak a lányról, soha többet nem is keresték, soha többet nem. Tehát egy bizonyos szinten borzasztó nehéz volt ezt meglépni, de egy bizonyos szinten egy pillanat alatt így el lehetett oldani, hogyha valaki elkezdett dumálni róla, akkor megijedtek, akkor azt elfelejtették azt az embert. Tehát tulajdonképpen hát vannak ilyen híres történetek, ugye Nemere ügynök, a Novák Dezső válogatott futballista, aki az Albert Flóri legjobb barátja volt, és minden egyes, hogy hívjákon, külföldi válogatott magyar futballmeccseken, meg a Fradi meccseken, ők laktak ketten egy szobába. És hát ez utólag kiderült, hogy a Novák Dezső jelentett, és amikor együtt jártak futballozni, én is oda járok a Népligetben, van egy Fradi edzőpálya, ott szoktunk futballozni, és őnek is volt ott egy csapatuk, és amikor ez kiderült, az Albert Foriakkal, akkor még csak ilyen 61-2 éves volt, soha többet nem jött oda, mert ugye a Novák Dezső is oda jár. Tehát nem tudott neki megbocsátani. Szóval gyakorlatilag nem bocsátotta meg azt, hogy figyelj ide, ott ülünk egy, mi nem mondod el, hát ez van, akkor legalább úgy készülünk, hogy valami. Meg sokan tényleg egyébként ugye lejelezték ezt a szökebb ismeretségi körüknek, hogy előttem nem mondjatok bizonyos dolgokat. Igen, hát, hogy azért ez egy létező, megküzdési stratégia. Minden esetre egy lelket nyomorító, emberi sorsokat borzasztó negatív irányba befolyásolja, rettenetes egy képződmény volt ez az egész. Szóval erről nem. Te komolyan gondoltad azt, hogy színésznő leszel? Vagy az csak egy ilyen fiatalkori hóbort volt ma már? Nem, akkor komolyan gondoltam, és komolyan is csináltam. Uh-huh. Jó színésznő lettél volna, vagy voltál? Azt mondták. Igen, ezt nem lehet megkérdezni, csak másoktól. Én is próbáltam kitalálni, amikor színészkedtem. Úgy tudom. A színészetre azt hiszik, hogy ez egy könnyű szakma, de valami borzalmasan, baromi nehéz. Baromi nehéz. Mi volt benne neked az igazán nehéz? Mi okozta a nehézséget? Figyelj, az, hogy játszod, megvan a szereped.
tudod a szövegedet. Van egy szituáció, és hogyan leszel természetes, hogyan nem vagy merev, hogyan nézel föl, meg nézel át, és a kézmozdulataid, és iszonyú nehéz dolog, mert az ember oda megy, és így csinálkozik, hogy hú, jobban nem lenne itt a srác. Neked ez hány évig tartott? 6+1-2 ilyesmi. Az nem kevés. Hát a 20-as éveim az nagyjából ez volt. Neked akkor az volt a szemed előtt, hogy te egy nagy magyar színésznő leszel, és erre áldozod az életed? Én olyat, hogy erre áldozom az életem, sohasem, mivel kapcsolatban nem mondtam még, és nem is hiszem, hogy fogok. De akkor az érdekelt. És aztán akkor hagytam abba, amikor már nem érdekelt eléggé. És akkor teljes elánommal belevetettem magam a média művészségbe, és önazonos voltam, és talán ez az önazonosság miatt. Igen, fontos, hogy az ember 7 évente egyébként normálisan vált, akár zenekart, akár tevékenységet. Akár feleséget, akár ez a 7 év az idő. Azt mondtad, hogy olyan, mint a házasság, tehát, hogy 7 évente le kell cserélni a feleséget, jól hallottam? Én hallok sok erről ilyen dolgot, hogy általában a 7. év az, amikor egy házasság is meg tud egy kicsit remegni. Aláírod? Így van ez? Én nem tudom, nekem hosszabb jellegű kapcsolataim voltak. Hány feleséged volt? 2. 2? A második van most? A második van most. Hát ez nem olyan sok. Hát. Nem. Pedig a zenészek azért nagy bohém életet élnek, tehát van, aki 3, 4, 5 is elfogyaszt, nem? Hát igen, ez egy nehéz terület, különösen egy feleség számára, meg minden, hogy hozzákezdtok el az, hogy valahol otthon van a férjed, hát Lengyelországban koncertturnél. Tehát gyakorlatilag nem egy könnyű, nem igazán egy feleség csalogató állapot egy zenész feleségének lenni. Orvos feleségnek lenni az? Hát sebész feleségnek lenni. Igen, ki tudja, igen. Szóval nehéz. Nem. Mondjuk talán az én szempontom, én azért mondtam, mert automatikusan marra sokszor nem vagyunk jelen. Tudod, gyakorlatilag egy orvos azért minden nap hazamegy, hogyha nincs valami közben. Nem jön közben egy konferencia, egy kongresszus. Egy kongresszus. De te kipróbáltad azt is, hogy ismert feleséged van, és olyan is, hogy civil, ugye? Igen. Hát ő nem volt a feleségem, ő volt az első barátnőm, akivel cínivel... Zalatni is a Rottáról beszélünk. Az 7 évig tartott. 7 évig? Az 7 évig tartott. Azt te tudod, hogy én készítettem el egy interjút egy televízió csatornában, és kérdeztem, szóba jöttek a férfiak, és kérdeztem tőle, hogy ennyi volt itt, nagy szerelem, kis szerelem, ilyen férfi, ki volt az, aki a férfi az ő szemébe? És ő gondolkodás nélkül téged mondott. Megtisztelted ő számomra. És azt hiszem, utána mondta, hogy meg a révész. Ez kicsit igen, később igen, mondta. Igen. De téged azt mondta, hogy a Freires Karcsi. Hát úgy érzem, hogy akikkel együtt voltam hosszabb ideig, azokkal jól. Most mostani feleség is nagyon el vagyok. Tehát gyakorlatilag van egy, úgy látszik, egy befogadó mentalitásom, van egy toleranciám, és remélem, hogy a velem szemben álló hölgy is toleráns velem. Ez a nyitja a történetnek, a tolerancia? Hát gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy kapcsolat, ahol valaki a saját maga törvényeihez ragaszkodik, az nem jön létre. Nem jó kapcsolat venni, csak úgy lehet, hogy én ezt szeretném, de te nem ezt szeretnéd, akkor te mit szeretnél, és valahogy összehozzuk. Mert azt mondom, hogy én ezt akarom, és nem érdekes, hogy te mit akarsz, akkor ott annak vége. Milyen érdekes, hogy elsőre azt gondolná az ember, de Verát is kérdezem, hogy Freres Károly ilyen, most nem tudom, ez jó szó, tehát ilyen alfahím, tehát akinek nagyon erős, határozott és karakteres véleménye van dolgokról, és szereti is, hogyha az történik, amit ő gondol. Ennek most az ellent mondom, amit te mondasz. Ez a kettő mondasz. Szerintem nem függ össze. Kettő egyetem, nem függ sőt, össze. Sőt, az igazi alfa, hogyha, vagy az én fogalmam szerint az alfa himosz pont az, hogy van annyira biztos magában, a saját értékeiben, és nincsenek olyan alapvető bizonytalanságai, hogy az akarata mindenáron való keresztülvitelével kelljen bizonyítani a férfiasságát. Tehát pont a nagyvonalúság és a kompromisszumkészség. Én az alfahím verziót azt úgy értem, és úgy értékelem magamban, hogy én legyek abban alfahím, hogy a nő, akivel vagyok,
az ne keressen másikat, mert én vagyok a legjobb. De ha abban percben talál egy másikat, akkor menjen, mert akkor biztos nem én vagyok a legjobb. Volt olyan, hogy elhagytak? Biztos, persze. Nehezen viseled? Mondtad, hogy érzékeny. Ilyenben az ember általában nem őszinte önmagához. Nem tudom, hogy most rosszul esett, vagy jó esett, most nem érdekel, most érdekel. Persze, érdekel. Ja, hogy dacból úgy csinálunk, mintha nem érdekelne annyira? Nem dacból. Van egy ilyen, az ember a saját maga dolgaira gondol, és azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy győztnek kell lennem rá, mert hát máshol is történnek mindenféle dolgok. Úgyhogy, nem, azt hiszem, hogy az, hogy én uralkodó legyek, az soha nem volt bennem. Sőt, én nekem bennem van egy olyan, hogy én nagyon szerettem a környezetemet kiszolgálni, tevékenykedni az érdekükben, segíteni nekik, kedvükbe járni, stb. Ilyeneket csinálok. Valahogy nekem is egy ilyen plusz feladatom, és egy plusz tevékenységem az, hogy ilyeneket csináljak. És ezt örömmel csinálom a mai napig. De azt jól gondolom, hogy azért a 60-as, 70-es, 80-as években azért nektek nem kellett, vagy neked, beszéljünk róla, nem nagyon kellett küzdeni senkiért. Tehát a lábaitok előtt hevert egy olyan státusz által, olyan lehetőségeket. Hát egy biztos, hogy egy népszerű rockzenekar, az mindenhol welcome volt, ahol megfordultunk, és úgy érezték, hogy velünk sokkal jobban lehet dumálni, meg együtt lenni, meg ismertek vagyunk, az ismert ember az vonzó, stb. Tehát ebből az ügyben könnyű volt a dolgunk, az biztos. Szerintem ez nem szakma meghatározott nem, egyébként. Nem, tehát nem. Most mondok két példát, mondom először is a világ legszebb férfiát, Paul Newman. A második házassága volt a Tuti, 58-ban jöttek össze Joan Woodward-dal a hosszú forró nyár forgatásán, ez a házasság Newman haláláig tartott, és mondok egy, hát kevésbé a szívem csücske, de kiváló példa, Jon Bon Jovi, csak hogy zenész is legyen, aki már úgy alapította az első zenekarát, hogy együtt volt a mostani feleségével. És azóta is a feleségével, és a magyarul. Igen. Tehát szerintem ezek inkább lelki alkat kérdések. Igen. És az, hogy milyen szakmád van mellette. Nem számít. Több a kísértés. Stabil személyiséget ez nem kísért meg. Tehát a kísértés, nincs olyan, hogy kísértés, hogyha te stabilan jól vagy abban, amiben vagy. Igen. És nem akarsz más. És nem akarod feláldozni egy hülyeségért. Ez abszolút így van. Igen, nem szakma függő a dolog. Az, hogy tényleg van az emberekben, a világon mindenhol, hogy egy ismert ember az ugye könnyebben lehet vele barátkozni, érdekes dolgokat mond, és akkor elmesél, hogy képzeld el, kivel találkoztam, stb. Ez egy olyan dolog, hogy kim voltam a futball Európa bajnokságon, én nagyon szerettem a focit, és van egy New Yorki barátom, akivel együtt járkálunk futballmeccsekre, élőben nézni a meccseket, és kint voltunk Franciaországban, és mentem föl a Magyarország-Izland foci meccsre, Marseille-be, a stadionba. Na most 20 000 magyar volt ott, nézők, közönség a stadionban, és mire a bejárattól fölértem a helyén, még egy olyan 70 selfit kellett csinálnom körülbelül, mindenki úgy éreztem, hogy mindenki szembe jön velem, nem mögöttem jönnek, meg nem velem egy irányban, nem mindenki, és akkor meg föl kellett állni, és nem mondod azt, hogy te figyelj, kopjál le, mert mennék föl, leülnék a helyemre, nem vagyok rá kíváncsi, megsérted. Viszont, hogyha odaállsz, én jó szívvel, örömmel odaállok, mert tudom azt, hogy elteszi a képet, és mindig arra fog emlékezni, hogy találkozott velem, és ez meg az, meg amaz. Tehát gyakorlatilag van nagyon sok jó oldala annak a dolognak, hogy az embert ismerik, vannak rossz oldalai is, mert van, amikor szemtelenkedés van, meg minden, stb., de az, hál' Istennek, az lényegesen kevesebb, mind a jó része. De tőled szerinted nem félnek a férfiak? Hát, aki fél, az jobban is beszél. Sosem, nem. Egy olyan történet van az életemben, amikor ez valóban egy dolog volt. Ez a... És elmeséled már, ami ránk tartozik? A 20-as éveim vége felé nagyon szerelmes voltam egy fiúba, aki szintén nagyon szerelmes volt belém, de még bele is, mégis őszinte volt, el is mondta, hogy én őt nyomasztom
A személyiségeddel. Igen, igen, tehát az önbizalmára nem hatok jól. Meglepett? Nem lepett, meg elszomorított. Uh-huh. De olyan kapcsolatom volt, ahol éreztem a másikon, hogy rosszul viseli az én láthatóságomat, rosszul kezeli. De olyan, ahol mondjuk nem történt meg egy egymásra találás, olyan ez az egy előbb említett volt. És ez egyébként a mai napig egy ilyen szomorú történet a képeskönyvben. De nem próbál meg az ember változtatni rajta, hogyha azt érzi, hogy a másik szerint ő túlságosan nagy forgatónyomatékkal van jelen, túlságosan erőteljes az ő kézjegye ezen a kapcsolaton, akkor egy picit hátrébb lépjen? Nem erről volt szó. Ja, nem erről, akkor lehet, hogy félreértettem. Nem, a puszta lényemről volt szó, arról, hogy akkor még a színész korszakomban voltam, és mindaz, hát egy divának látott engem az illető, és... Nem lehet, hogy divás voltál akkor? Én nem tudom, nem láttam magam kívülről, de biztos egyébként, lehet. Nem tudom, de szerintem kb. 2 perc alatt volt felismerhető akkor is, hogy ahogy az beszélgetés elén szó esett volna, engem kenyérre lehet kenni. Nem, ott egy ilyen saját önbizalommal kapcsolatos bizonytalanság volt, ami nem tűrte meg az én svungomat. De mondjuk személyiséget feladni egy kapcsolatért, az nem is lehet. Egyrészt nem lehet, másrészt meg tök fölösleges, mert úgysem, tehát egy olyan szintű önfeladásból nem lesz jó, és egyébként én lényegben így váltam el, voltam férnél, és amikor 22-23 lehettem, amikor a férjem azt mondta, hogy ez a színészet, ez egy hülyeség. Már akkor is éreztem, és ma már aztán végképp látom, hogy ezt egy féltésből mondta. Tehát ő féltett ettől az egyébként tényleg nehéz pályától, meg egy csomó mindentől. Figuráktól, igen. De hogy akkor volt bennem egy olyan, hogy tök mindegy, hogy amit én akarok, az esetleg hülyeség. Neki az a dolga, hogy támogasson benne, és segítsen benne. És hogyha erre képtelen, akkor mi nem fogunk jól működni, nem leszünk boldogok, hanem igazából elcsesszük egymás életét. Akkor is, hogyha úgy gondolja, hogy ez nem neked való, és jó szándékból mondja azt, amit mond? Ezt nem mondhatod meg soha egy másik embernek, hogy mi való neki, és mi nem, mert ezt mindenkinek magának kell kijárni. Eldöntenie, persze. Nem csak eldönteni, hanem kijárni. Tehát ahhoz, tehát, hogy neked azt mondják, hogy szargitáros vagy szarzenész, lehet, hogy tényleg az ember, de hogyha ezt valaki... Ki mondja, akkor az nem... Jó, nyilván van az a tekintély személy, aki mondjuk azt mondja, hogy kisfiam, neked botfüled van, persze, akkor annak persze azért hiszel, de mondjuk az ember férje, még akkor is, hogyha esetleg adott esetben ő a világszíni kritikusa, családon belül ilyeneket nem dolgol, tehát se barátságokon belül egyébként ilyen elvágólagossággal megmondani a másiknak nem, azt, nem hogy lehet. Amiért ő lelkesedik, ami az ő vágya, és úgy érzi, hogy iránya a pályája. Nem lehet így letéríteni senkit a pályájáról, és ott kezdődnek az egészségtelen kapcsolatok, amikor az egyik fél feljogosítva érzi magát arra, hogy a másik felet ilyen szinten próbálja befolyásolni súlyos életdöntésekben. Tehát igen, ezt nem lehet csinálni, igen. Vagy nem egészséges szinten. És az, hogy ebből a mondatból valaki azt mondja, hogy ez neked nem való, akkor abban a pillanatban kiderül a másik számára az, hogy ezt nem komálja, ő ezt nem akarja, hogy ez a párja ezt csinálja. Ez nem jó. Sőt, nem is azt ez mondta, hogy nekem nem való, azt mondta, hogy ez hülyeség. Nem azt mondta, hogy én nem vagyok jó benne, vagy nekem hülyeség. Nem való, hanem hogy az egész dolog hülyeség. Úgy, ahogy van hülyeség. Igen. Te mond, pár mondatot beszéljünk az elhíresült Vahorn interjúról, ami lehet, hogy nem a szíved csücske, de olyan nagy hullámokat vetett, hogy én arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy te ma ezt hogy értékeled, hogy te ott voltál, fel kellett volna állj, ma is ugyanúgy cselekednél, hogy csapódott le ez benned? Én ezt megírtam egyébként nagyon alaposan egy... Nem biztos, hogy mindenki olvasta. Nem biztos, hogy igen, átérek, hogy mit írtam. Igen. Én ott ültem... Mondjuk el két mondatban, ha van olyan ember ebben az országban, aki nem látta. Lakatos Márknak volt egy vacsorás műsora, ahova nagyon különböző összetételű, vagy nagyon heterogén társaságokat hívott el. A mi vacsoránkon Csákenyi Eszter színművész és Vahorn András képzőművész, zenész voltak jelen, és ott az Eszter, a szex volt a téma,
És hát ez eleve egy nagyon-nagyon-nagyon bizarr alaphelyzet, hogy a szex a téma, és világosan kiukadunk a gyermekbántalmazásnál. És az Eszter elmondott egy olyan történetet, ami hát egy egyértelmű kiskorú szexuális bántalmazása, tehát hogy neki 8 évesen benyúlt az uszodában egy férfi a bugyiába, vagyis hát a nemi szervébe egyenesen. És ezután az András mondott, hát nem egy vitatható, hanem vállalhatatlan dolgokat, ami mögött, hogyha ismered az Andrást, én speciál bevallom, hogy egyébként egy olyan 20 éve ismerem, mert a Maca az egyik lánya, az egyik legkedvesebb barátnőm volt végig a 20-as éveimben, és azért van egy képem arról, hogy milyen karakterű ember az András, és valamennyire már ott a helyszínen is éreztem, hogy mi van az ő fejében amögött, amit mond, de hát vállalhatatlan volt, amit mondott. Aztán rátett még 3 lapáttal, és csak egyre több lapáttal, én pedig ott ültem, és az már ott a helyszínen leesett, hogy ő áldozat. Ugyanúgy, mint az Eszter, és ráadásul a megküzdési stratégiájuk is kísértetésen hasonló. Ugye ő a pedofiliát egy picit, ha nem is mentegetni próbálta, de azt mondta, hogy... Hát inkább te mondd el, hogy pontosan hogy értelmezte. Ő igazából, hogyha valaki értően nézi ezt a beszélgetést, vagy hallgatja, akkor az, ahogyan ő elmondja az őt ért abúzus történetet, hogy őt 11-12 évesen használta egy 10 évvel idősebb felnőtt nő, hosszú időn keresztül, akkor azért ott hamar leesik, hogy ő a saját áldozatiságát, hogy neki az a megküzdési stratégiája, hogy tagadja azt, hogy ő áldozat lett volna. Világ életében arra épített, hogy ő volt az óriás tökű, aranytökű kisisten, aki minden a punci, és ez az élet. És ő ott a helyszínen is egyébként szerintem egy mini összeomláson ment keresztül, és aztán miutóbb beszéltünk erről hosszan telefonon is, személyesen is, és ő egyébként, és jól éreztem, mert ő tényleg, hát most már mondhatni, igen, 50 év után szembesült a saját áldozat voltával, és ez ugyanúgy elmondható egyébként, sőt, szerintem inkább szembesült ezzel, mint ott ugyanannak a helyzetnek a kereteiben maga Csákányi Eszter, aki nagyon hasonlóan dobta ezt az áldozati szerepet. Tehát nagyon-nagyon elutasította ezt. Ez aztán a nézők nagy részének nem úgy jött le, mert a vágásból sem derült ki, meg hogy azok a mondatok nem kerültek végül be az adásba, de a Csákányi Eszter ugyanúgy elutasította a saját áldozatiságát, mint az András, csak nem mondott vérlázító dolgokat emellé. És az, ami egyébként utána a Vahorn Andrással történt a magyar közéletben, az érthető, de nagyon érzéketlen. És én hogy kiátkozták, és leszették róla a keresztüzet, arra gondolsz? Ki, igen, és én azt sajnáltam nagyon, hogy nincs a társadalomnak szeme arra, amikor, tehát nem ismered fel az áldozatot, ott van a szemed előtt, és nem ismeri fel a társadalom, hogy itt most éppen egy saját traumáját abszolút nem feldolgozott kiskorúként szexuális bántalmazás áldozatát látjuk, amint éppen a nyilvánosság előtt mondja el azt, hogy őt kisfiúként megerőszakolta egy felnőtt nő. És hogy erre valahogy nem volt füle senkinek, vagy szinte senkinek, vagy nagyon kevés embernek. Rólam is leszették jó sokan a keresztvizet, amikor megírtam ezt hosszan kifejtve szakmai szemüveget is a homlokomra csúsztatva. És borzasztóan, tehát én például rettenetesen, főleg a tehát hogy nekem is azért volt egy ilyen 1-2 hét, amíg feldolgoztam ezt a sokkot, tehát én sokkos állapotban voltam, tehát ez az tagadhatatlan. Már ott a felvétel következtében. Ott a fel, tehát én nekem ott ki kellett menni, volt, hogy ki kellett menni a WC-re, mert azt éreztem, hogy most elhányom magam, és nagyon kemény dolgok, nem a kamera nem forgott, amikor elhangzottak nagyon kemény dolgok, tényleg. Vahon szájából? Igen, hát az ő szájából is. Te hogy reagáltál ezekre? Már amit nem láttunk, arra hát, gondolok. Igen, akkor volt a ki kellett lennem a mosdóból, mert azt hittem, hogy most én egy sugárban tolok egy rókát. És hogy gyakorlatilag a saját áldozatiságából kifolyólag ezt az egész dolgot, amiről itt szó volt, ez az abúzus sztori, ez gyakorlatilag ő ezt valamilyen jól fésült állapotban próbálta, hogy azért ne csinálni, hogy ez így rendben is van. Vagy ő saját, tehát hogy... Az volt ebben a szörnyű, hogy ő saját magát próbálta meggyőzni arról, hogy ami vele történt, az nem erőszak, hanem hogy ő azt akarta, hogy a 20 éves néni az őt elkapja. És egy egész életre szóló egy élethazugság omlott össze ott benne, mert én ott kimondtam az Eszter kapcsán, hogy ez szexuális bántalmazása egy kisgyereknek.
És az András ezen kapta fel a vizet, hogy miért nem lehet jó egy kislánynak, hogyha megsimogatják, miért ne élvezhetné. Oh. És ez, tehát ez olyan gyomorforgató és felfoghatatlan mondat, egészen addig a pontig, nem azon túl is, de hogy amikor megérted, hogy a mögött mi van, hogy ő most egy ilyen regresszált állapotban van, teljesen visszakerül valószínűleg abba az állapotba, ami a feldolgozatlan akkori állapot, ami a kisfiú állapota, akit megerőszakolt egy felnőtt néni. És aztán később talán ezzel nem adom ki egyébként az intime, nem nyilvános beszélgetésünket, hogyha azt mondom, hogy nekem utóbb azt mondta erről az András, hogy utána évekig, tehát hogy valahol neki tudnia kellett azt, hogy ez nem volt oké, mert ő évekig, ezt hosszú-hosszú évekig nem merte senkinek elmondani, mert félt, hogy ezt a nőt, ezt előveszik. Tehát, hogy ilyen szinten ő ezt érezte, és mivel ugye nem tudta ezt senkivel megbeszélni, ezért senki nem mondta azt neki, hogy figyelj, ami veled történt, ez nem oké, és az az ember, és, de hogy ezt is feldolgozni, hogy ő istennőként gondolt vissza erre a nőre. Én meg nagyon, nagyon hamar megtanultam sajnálni az Andrást ezért, az egész helyzetért. A családját meg aztán nyilván végképp, de hát ők aztán, hát most ők erről se nem tehetnek. Szerinted van neki visszaút a magyar közéletbe, vagy a magyar nyilvánosságba? Hát az a helyzet, hogy 2 héttel ezelőtt a beszélgetés előtt, amit én az utolsó pillanatban nem akartam lemondani, de majdnem lemondtam már abstart, mert volt egy nagyon súlyosan rasszista nyilatkozat a Partizánban, ami... A felvételről beszélsz, tehát az akkori Indexes műsor felvétel előtt 2 héttel került ki egy Partizán interjúba, amiben ő cigányellenes kijelentést tett. Súlyosan rasszista dolgokat mondott, ahol megint csak, ha ismered a Vahont, akkor tudod, hogy kb. Mi játszódik le az agyában, de attól még ez nem lesz elfogadhatóbb, sem megbocsájthatóbb, különösen egy ilyen gyűlölettől terhelt országban, mint amiben élünk. Tehát egy picit olyan, hogy hol élsz ember, van neked kapcsolatod a valósággal, hogy milyen országban mondasz ilyen mondatokat? Tehát ha valami, akkor szerintem a sokkal elvágulagosabb volt. Na hát jó szomorú téma lett itt a végére. Hogy feloldjuk, igaz az, hogy a Kossuth díjad odaítélésekor vagy átvételekor te elsírtad magad? Igen. Melyik? Amikor megtudtad, vagy amikor átvetted? Nem, amikor átvettem. Ott a parlamentben? Amikor az ember megtudja, az előbb történik, de titkos, tehát akkor az érintetteket fölhívják telefonon, és mondják, hogy ekkor és ekkor fogsz kapni egy meghívót, virágnyelv is, akkor nem, akkor az ember baromi jó érzést tölti el, stb. De akkor, amikor átvettem a díjat, akkor oda is szóltam a díjátadóknak, hogy ne haragudjatok, most éppen elsírtam magam, nem tudok beszélgetni, és kezet fogtam mindenki, és utána megfordultam a díjjal együtt, és hátra meghajoltam az egybegyűltek előtt. A díj, mint olyan, az mi életünkben azt hiszem, egy nagyon fontos dolog. Külön megemlíteném például Latinovics Zoltán tesómat, aki nagyon nem volt annak a rendszernek a tapsolója, ezt mindenki tudta, de ha kapott valami díjat, akkor ő is elérzékenyült, és nagyon, nagyon boldog volt érte. Ugye nem kapott Latinovics Kossuth díjat, csak posztumusz, tehát nem vehette át. Acél elvtárs 3-szor személyesen húzta le Latinovics Zoltán nevét a Kossuth díjasok ajánlásáról, tehát ő húzta ki, nem. 3-szor egymásra. Másik bátyád Bújtor István se kapott. Hát igen, hát mindenki kicsit korábban ment el, mint kellett volna. De neked eszedbe jutott ott, amikor kezedbe vetted mindent? Hát hogyne. Én egy kicsit a testvéreim nevében is fogtam ezt a dolgot, és egy ilyen Kossuth díj, az, hát már ugye a mikorunkban ilyen életműdíjszerű kitüntetés, tehát az a sok minden, amit csinált az ember, azt egybe azt mondják, hogy na ez így oké, és akkor ez jár, és rögtön a tesóimra gondoltam. Zoltán bátyám az posztumusz Kossuth díjas lett, a halála után kapott, de az István nem, mert hát ő 60-as éveiben ment el, és ő neki kiállt volna, és biztos kapott volna, de sajnos elvitte a betegség, úgyhogy nem tudta megélni a dolgot. Hát akkor helyettük is, meg igen. A nevükben is te kaptál egy Kossuth díjat, amihez gratulálunk Mérő Verát és Ferenc Károlyt. Látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.